1989-ben ugye a Szovjetunióhoz tartoztunk, az ország jelentős gazdasági visszaesést élt meg, nagy volt az áruhiány. Ugyanakkor olyan események történtek, amelyek korábban nem voltak elképzelhetőek, ezért is nevezik a csodák évének 1989-et, amikor a Szovjetunió megroppant, és megkezdődött az a folyamat, amely a rendszerváltozáshoz vezetett. Akár itt az országban, hiszen a Szovjetunióban először tartottak olyan választásokat, ahol már több jelöltet lehetett indítani, létrejött a Kárpátai Magyar Kulturális Szövetség, és megkezdtem munkáját, Magyarországon pedig megkezdődött a rendszerváltozás, tulajdonképpen a kommunista rendszer megszűnt létezni, kikiáltották a köztársaságot, demokratikus átalakulás kezdődött, amely végül is a Magyar Köztársaság megszületéséhez vezetett. És hát mindenki abban reménykedett akkor, hogy ez a szörnyű kommunista időszak ez megszűnt, és most pedig már egy olyan útra lépnek az európai népek, amely elvezetett a békéhez, biztonsághoz, szabadsághoz. Időközben eltelt 30 év, kiderült az, hogy a dolgok nem ilyen egyszerűek, de kicsitán jó visszaemlékezni 1989-re, a csodák évékre, amikor a kárpátai magyarság épp úgy, mint az összmagyarság is reményteljesen tekintett a jövőbe.